Sziasztok! Kegesi Zsombor vagyok, az OnCompass Medicine-től jöttem. Ez az OnCompass Medicine egy kis magyar startup, és rákgyógyítással foglalkozik. A kérdés az, hogy hát egyrészt miért foglalkozik valaki rákgyógyítással? Hát ez nyugati világban elég gyakori halálok. Esélyes, hogy itt az emberek többsége, vagy a harmada a rákban fog meghalni, hogy valószínűleg elég sokat éri. Egy gyors talpalót tartanék azoknak, akiknek régen volt biológia órája. Mi a biológiában a sejt és a számítógép között a kapagy, analógia. Hát a gének a forráskód, ezek nukleotidokból állnak, ezek a betűk, és akkor vannak a fehérjék, ezek gyakorlatilag a futtatható állományok. Nagyon hasonlóan használhatóak, mint a valódi számítógépes állományok, tehát más állományokat állíthatnak elő, más állományokat módosítanak, vagy folyamatokat segítenek. És a maguk a fehérjék gyártásához is más fehérjékre van szükség. És valójában a sejtosztódáskor minden ilyen forráskódot le kell másolni ezekkel, és itt lehetnek egyébként még többek között hibák. És mi ezek után a rák ebben az értelemben? Hát valójában ez egy kóros serd burjánzás, és valójában az a probléma, hogy valami hiba történik itt a másolás során, vagy valahol más, mondjuk alkohol, vagy nikotin, vagy esetleg más befolyásoló tényezők hatására, és ott hiba történik, és a sejt az őrült osztódásba kezd. És hát pontosan mi romolhat el? Hát a génben lehet egy ilyen betűhiba, ez szerencsés esetekben egy ilyen white space, de van, amikor értelemre zavaró hiba lesz, de van ilyen génduplikálódás, törlődés, vagy áthelyeződés. Hát nyilván ez nem tűnik annyira bonyolultnak. Hát a probléma az, hogy nem egyetlen rák létezik, tehát az, hogy mint annó a játékban bedobtuk, hogy építsük meg a Cure for Cancer-t, ez nem fog működni. Gyakorlatilag 70 féle szervben tartanak nyilván lehet rákfajtákat, és 250 fajta szövettant különböztetnek meg a patológusok, hát de ez se egy exakt definíció. Mi történt az elmúlt 15 évben? Volt egyrészt ez a Human Genome projekt, ami a géneket vizsgálta, utána van egy ilyen International Cancer Genome Consortium-nek egy vizsgálata. Jelenleg olyan 25 ezer darab tumorsejtet vizsgáltak már meg, és katalogizáltak. Hát ebből az a probléma, hogy nagyon sok, tehát ugye ebből kiderült, hogy nagyon sok fajta gén romolhat el, sok tízezer, sőt százezer fajta mutáció. És a másik kellemetlen dolog, hogy a nagyon valószínű, hogy valakinek ritkán rákja lesz. És hogy emellett még a cikkek tízerei szólnak mindenféle esetekről, tehát magát az, hogyha rákeresünk, akkor se fogunk könnyen értelmes válaszokat találni, hogy mivel gyógyítsunk rákot. Hát akkor ezek után kérdezünk, hogy van-e gyógyszer egyáltalán? Hát van, jelenleg 64 engedélyezett gyógyszert tartunk nyilván, az USA-ban, hát, de ez annyira gyorsan változik, hogy egy éve 40 volt, és jelenleg 500 van tesztelés alatt, úgyhogy, és ráadásul ezeknek mind nagyon bonyolult a megjegyezni, hogy most mikor mit lehet adni, tehát nem egy aszpirin, hogy köhögsz, akkor kapsz aszpirint, és jó. Erre próbáltuk kifejleszteni ezt a OnCompass kalkulátort, ennek több célja van, egyrészt, hogy minél több kutatási eredményt struktúráltan lehessen feldolgozni és értelmezni, gyorsan tudjunk válaszokat adni orvosoknak, orvosilag releváns válaszokat. Már harmadrészt a betegek leletei azok mind egyedi ilyen fontos adatokat tartalmaznak, ezeknek azért tapasztalatokat ne vesszenek el egyáltalán. És hogy hát legyen egy ilyen közösségi oldal is jelleg, hogy az emberek kommunikálhassanak, meg megoszthassanak információt. Hát ez még egy ilyen félkész állapotban. Ezekhez mi ilyen kalkulátorokat fejlesztettünk. Van egy, mondjuk egy, az első kalkulátor, azt úgy hívjuk, hogy tesztkalkulátor. Ennek a lényeg az, hogy bejön a beteg, és mondjuk meg, hogy mit érdemes megvizsgálni nála. Lehet, hogy már pár gént megvizsgáltak, és ez alapján próbáljuk meg, hogy milyen valószínűséggel más génekben milyen hibák vannak,
vagy milyen releváns gyógyszerekkel lehetne az ő esetében segíteni. És a harmadik fontos szempont az a klinikai vizsgálatoknak a bekerülhetősége, mert hogy klinikai vizsgálatokban mindenki szeret igazából bekerülni, mert esélyes, hogy gyógyszert kap, ami ingyen jó neki. Van egy másik fontos kalkulátorunk, ez a molecular treatment kalkulátor, ez már a konkrét molekuláris profil esetében próbál megmondani, hogy mi az a gyógyszer, ami jó lesz neki. Itt ez egy bonyolultabb modellt épít föl, megnézzük, hogy milyen mutációk vannak benne, a molekuláris profilban abból mi a releváns, milyen összefüggéseket tudunk a gének között, és utána, hogy milyen génekre, milyen gyógyszerek hatnak az adott génekre, és utána egy ilyen listát adunk föl, hogy mi lehet jó. És akkor van még, ezek kívül még egy ilyen clinical experience kalkulátor, ami valójában a korábbi betegeknek a statisztikái alapján próbál javasolni dolgokat. Hát itt gyakorlatilag az, hogy mondjuk megnézzük, hogy a tüdőráknál milyen gyógyszereket adtak és mi lett az eredménye, de hogy mondjuk lehet, hogy még egy tüdőrák plusz egy mutáció az, tehát egy kisebb csoportban egészen más eredmények jönnek ki, és hogy lehet, hogy ez segítene az adott betegnek. És a negyedik, ami egy igen fontos kalkulátor, az valójában az, hogy az adott klinikai vizsgálatokat találjunk betegekhez, illetve fordítva, tehát hogyha egyrészt, hogyha a gyógyszergyár jön, és szeretnek betegeket találni, illetve hogyha betegek jönnek, és szeretnének klinikai vizsgálatba bekerülni, akkor segítsünk nekik. Köszönöm a figyelmet! Mi főleg a PubMed-ből néztünk meg egy csomó cikket, és azoknak az adatait próbáltuk feldolgozni. És tehát ez jelenleg, ha jól emlékszem, olyan 8000 cikk van az adatbázisunkban, és akkor ebből vettünk ki, azt hiszem, nem tudom, 16000-20000 relációt, és akkor ezek mentén következtetünk. Bocsánat, csak hogy a hagyományos statisztikai elemzéseket csináltuk, vagy egy asszociatív hálós, vagy... Hát ez inkább ilyen asszociatív háló, hogy... Tehát, hogy inkább olyan, hogy egy cikk arról szólt, hogyha ez a mutáció megvolt, ezt a gyógyszert adták, és jó volt, vagy nem volt jó. És akkor meg vannak ilyen egyedi esetekről szóló cikkeket, a PubMed ez egy ilyen 23 milliós adatbázis, tehát ott 23 millió cikk van, ott minden megtalálható, és akkor ezekből próbáltunk ki ilyen következtetési láncokat kiszedni. És ez kézzel elemzitek ezeket a cikkeket, vagy ez milyen formátumban ez, hogy lehet? Hát van egy biológus csapat, aki ezt olvassa. Tehát a cég egyrészt azzal foglalkozik, hogy a betegeknek a ilyen interpretált, tehát egyrészt ilyen molekuláris profilokat vizsgál, és utána meg interpretálja az eredményeket. És akkor a cégen belül van egy interpretátor csapat, akiknek az a dolga, hogy a PubMed adatbázisban keressen az adott betegnek megfelelő olyan cikket, amit fel lehet használni, és ebből a problémából nőtt ki, hogy hát igazából az, hogy fél napon keresztül valaki keresgéli a PubMedből cikkeket, az mennyivel jobb lenne, hogyha ezt gyorsítanánk, és hogy csak beütnénk a mutációt, és akkor dobnánk valami eredményt. Úgyhogy ez így. Milyen exitek voltak? Milyen kimenetelek? Mármint milyen értelme? Tehát, hogy... Ha nem a világtépés nevében a kis fokát... Hát a haladatlanság, tehát... Miért vagy egy komolyabban? Hát ez egy startup cég, próbálunk megfelelő cégeket, meg betegeket találni, és ezeket összekapcsolni. Tehát
mint a klinikai kísérletek, vagy ilyen klinikai vizsgálatoknak a szervezése, meg lebonyolítása az egy nagyon drága mulatság. Itt igazából, hogyha találunk betegeket, vagy klinikai vizsgálatokat tudunk összekapcsolni, az mindenkinek jó jár. Tehát a betegnek is jó, a cégnek is jó, a gyógyszercégnek, úgyhogy ilyen jellegű. De emellett persze a konkrétan a betegek gyógyítása az is. Igen? Kert azt akarta kérdezni, hogy hogyan kerestek pénzt. Nem, én ezt akarom, hogy kinek pereked a munkat, hogy kérdél a munkat. Azt így úgy mondják, hogy mi az üzleti modell. Mi az üzleti modell, ezt a tudszok? Hát az elképzelés az, hogy mindenféle onkológiai központtal megállapodunk, és azok használják a rendszerünket. Az, hogy pontosan most ki, hogyan, mikor, valószínűleg egy jó ideig ez ilyen ingyenes jellegű lesz, hogy igazából azt szeretnék, hogy minél több adat gyűlne be. És hogy ez most mikor lesz ténylegesen, mikor tud befutni annyira, hogy ez egy önfenntartó adatbázis legyen, azt nem tudjuk. Vannak ötletek, hogy hogyan lehetne ebből majd pénzt keresni. De hát akkor ezek szerint nem több fenntartási költségektől? Hát nincs ilyen problémátok? Jelenleg vannak magyar befektetők, és akik ezt finanszírozzák, amennyire én tudom. Más kérdés esetleg? Akkor nekem van még egy, hogy bármiféle eredményességi mutatóitok, statisztikáitok vannak-e? Vagy sikersztorik, vagy felmutatók? Hát, tehát van ilyen sztori, hogy a beteg már kómában volt, és akkor kiderült, hogy mi a utolsó pillanatban eljött, kiderült a mutációja, és akkor az orvos odament, és tényleg hát ugye a kezelő orvos akarat ellenére adta be azt az injekciót, és a beteg két hét múlva, tehát a kómából felépülve kisétált a kórházba. Tehát vannak ilyen sztorik, az, hogy most ez milyen arányban, ezt nehéz megmondani, hogy ez. Meg egy csomó esetben nem jut róla mi tudomást, nem szerzünk róla tudomást. Bocs, igen. Nem az a lényeg, hogy tudomást szerzetek róla? Igen, ezt is szeretnék. Tehát amikor azt mondod, hogy az a lényeg, hogy gyűjön az adat, hát itt az adat. Igen, a probléma, igen. Tehát, hogy ezt szeretnénk, a jelenleg olyan adatokkal rendelkezünk, hogy tehát a maga a cég az egy ilyen lassan 10 éve működik, egyre több adat keretkezett. Viszont egy csomó esetben nem volt ilyen follow-up információ, mert hogy 3 évvel ezelőtt volt a beteg, megvizsgáltuk, mondtunk rá valamit, nem tudjuk, mi történt vele. Ez a legérzékesebb adatikus. Igen, és mi is ezt kérdezzük, hogy mi a siker, tehát milyen arányban jött be, amit mondhatok. Igen, ha ezt nem hallaljátok, akkor mi? Igen, de erre még jelenleg nincs elég kapacitás. Tehát, hogy ez a baj, hogy tehát egy csomó adat ilyen Excel táblákban létezett, és hát ez nem volt annyira nyerő. És hogy erre is akarnánk, hogy ezt már, tehát hogy ezen túllépni, és hogy egyébként érdekes módon, tehát hogy mondjuk ilyen adatok, hogy ilyen egészségügyi adatok, ezek mindenütt nagyon érzékenyek. Tehát mondjuk Németországban mi a kórházak egymás között faxon kommunikálnak, mert nem tehetik föl számítógépre a gén térképeket, vagy tehát az adott betegeknek. Tehát ott is ez egy létező probléma, hogy vagy az, hogy technikailag, vagy az, hogy jogilag nincsenek ott. Azt hiszem már nagyon kint vagyok az időm, úgyhogy köszönöm szépen.